Nos, sziasztok, srácok! Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit, ez itt a Starfield. Én az NXPC, és folytatjuk tovább a játékot. Srácok, hát egy nagyon szomorú hírt kellett beközölnöm veletek, még nem döntöttem el, de úgy néz ki, hogy lehet, hogy nem lesz a mostani pénteken, hogy is mondjam, horror játék, mert borzasztóan reagál most a mellkasom. Úgyhogy a Starfield ez egy igen lájtos játék, tehát nem annyira ijesztő. Aztán nem szeretném, hogyha valami nagyobb probléma lenne, mondjuk egy megijedés alkalmával, vagy valami egy, vagy egy hirtelen levegővétellel mondjuk eltörik a bordám, az nem biztos, hogy vagy egy kellemetlen fájdalmat okoz. Úgyhogy lehet, hogy azt hanyagolnom kéne ezt a horror pénteket most. Minden esetre úgy néz ki, hogy folytatólagosan a Starfield-el fogjuk nyomni, az egy elég nyugodt játék. Úgyhogy úgy néz ki, hogy maradunk a Starfieldnél, és ezen a héten pénteken, ezt majd lehet, hogy utoljára, később látjátok ezt a videót, mint ahogy ez megtörténne, ugyanis ma péntek van. És én úgy gondoltam, hogy lehet, hogy hanyagolom ezt a témát, mert igen, erőteljesen elkezdett szúrni a mellkasom minden egyes mozgásra, úgyhogy aztán, hogyha most egy ilyen hirtelen megindulással érkező valaki így betoppan hirtelen a képernyőre, lehet, hogy ki is szakad a mellkasom. Úgyhogy, várjatok. Úgyhogy, ja. Úgyhogy így ez így még nagyjából kényelmes, de annyira nem komfort most se. De azért megcsináljuk, tehát egy kicsit elterelje a figyelmet a fájdalomról. Na, srácok, Starfield, ott tartottunk, hogy az artifactek megtaláltuk, ugye ezen a, már nem is tudom, hogy milyen bolygón voltunk, valahol a naprendszer teljesen másik, bocsánat, a galaxis másik végén. Találkoztunk Andrejával, ugye, aki szintén ilyen artifact kereső, tehát a mi úgymond idézőjeleges kollégánk. Aztán hát nem éppen jó momentumba találtunk rá, mert azért erőteljes fegyverharcban volt, és utána is azért erőteljesen harcoltunk. Úgyhogy, ja, úgyhogy aztán kérte tőlünk, hogy ezt ne is mondjuk el ugye a Yuri-nak, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt az orosz csávót, aki kémleli az eget, és be tudja háromszögeléssel mérni, hogy hol vannak ezek az artifektek. Ugye ez az előző részben, ezt láthatjátok, hogy elmentünk erre az űrállomásra. Úgyhogy ő lesz az, aki majd továbbiakban segíteni fog valószínűleg nekünk. Nos, srácok, még mindig Andrejával vagyunk, úgyhogy megpróbálunk vele összebarátkozni, mert az utolsó epizódnak a végén egy kicsit bunkó válaszoltam, hogy valamit mondanom kell. Mondjuk nem voltam bunkó, mert igazából valamit mondanom kell a csávónak, hogy amúgy most találkoztam veled, vagy mi lett vele, vagy mi van, vagy éle még egyet talán, vagy mi történt. Legfeljebb nem említem meg ezt a kis ominózus pillanatot, hogy itt fegyverrel harcoltunk. Srácok, magyarul játsszuk a játékot, ami, valljuk be őszintén, hogy egész jó. Legalábbis nekem tetszett így, hogy hogy így értjük, hogy miről van szó, és hogy értjük azt is, hogy mi történik a játékba. Úgyhogy nekem ez így tök király. Láttam én is, észrevettem, hogy azért néha olyan furcsán fogalmaz ez a AI-os fordítás, de igazániból nem mondom azt, hogy szar, nem mondom azt, hogy a világ legjobb fordítása, de élvezhető vele a játék, legalábbis nekem mindenféleképpen. Úgyhogy, srácok, hát akkor onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk, úgyhogy én át is váltok nektek. Itt vagyunk, újra, és akkor rámegyünk a folytatásra, ahol Andrejával megyünk tovább ebbe a rögös kis mély barlangba. Úgyhogy, bocsánat, hogy ennyit fészkelődök, csak sehogy nem kényelmes. Úgyhogy elnézést kérek. Na! Hát szevasz, Andrejá! I will meet you back at the lodge. Jól van, akkor csá! Akkor most elviekben vissza kell mennünk a páholyba. Az ahoy páholy, csiholyba. Az igaz, hogy újra és megint újra visszamászni ezen a hülyeségen.
Katasztrófa. Ja, és ezt megjegyezném, hogy Vaskóval többet nem jövök. Tehát túl okos ahhoz, hogy engem irritál a személyisége egy kicsit. Úgyhogy, ja. Úgyhogy Vaskó, te legközelebb maradj inkább pincér az űrhajón. Mert, ja. Space Tracker ruha, hát ez most annyira nem. Nem vonz. Az nem tudom milyen, ez Space Tracker, nem? Nézzük meg mi ez. Allow me to assist in carrying some supplies. Erre már fúlom vagy, papa. How can I be of service, Captain? How may I be of service? Azt mondtad, hogy segítesz nekem cipelni a ruhát. Wow, ez a Space Tracker sisak. Oké. Oké. Na nézzük. Hát nekem ez tetszik a legjobban, kicsit nehéz. De ez... áttesszük. Ezt áttesszük. Ezt áttesszük. Boost palackok közül kaptunk egy ilyen sárgát, ami igen-igen jól néz ki. És lehet, hogy hasznos társunk lenne. Úgyhogy szerintem ezt fel is szereljük. Egyszer. Ezt átmozgatjuk neki. Meg ezt is. Meg ezt is. És akkor... sisakok közül is... what the fuck? Ezt is áttesszük neki. Meg ezt is. És akkor így már egy fokkal könnyebbek vagyunk. Na! Kösz! Goodbye. Na, azt mondja, hogy így azért már jobb az oxigén felhasználásom. Bőven. Úgyhogy... szóval srácok, jó... nem... nem, módosított Grendel. Grendelem már annyi van, mint égen a csillag. Főleg ebben a játékban. Úgyhogy... az mi? Vigyük. Úgyhogy menjünk szépen vissza most. Elviekben az a küldetésünk, hogy vissza kell mennünk a páholyba. És akkor... AMP. AMP nem kell. Annyi van már ilyen orvosi cuccból, mint a kurva isten. Várjátok, hol vagyunk? Ja igen, erre jövünk. Egy nyitható? Nem. Azt bánom, hogy azt a... akármit sem nem nagyon lehet kinyitni. Várjatok. Itt ugye volt egy ilyen titkos valami, vagy az nem itt volt a titkos szép? Na mindegy. Várjatok. Azt mondja, hogy erre jöttünk föl. Ugye? Hogy ott jöttünk föl? Mindegy, igazániból itt. Na, tök jó így az oxigén felhasználásom, ez baromi jó így. Oké. Szerintem készüljünk fel. Öcsém, mit szaladgál? Ez itt úgy jön mögöttem, bazeg, mint hogyha nem tudom mi lenne. Hulk.
Azért jobb félni, mint megijedni. Azért vannak itt dolgok, majd... most nem nagyon érek rá felfedezgetni, meg ilyenek. Úgyhogy szépen megyünk vissza az űrhajóhoz. Oké! Okay. Nos! Tedd fel a kezed, gyerünk! Most, gyerünk, gyerünk! Sometimes I just want to turn off the grav drive so we can float around. Hát akkor próbálkozzál vele! Books. Ez egy furcsa módja a beszélgetés elkezdésének. I guess it is. Do you have more books or can you buy me more books? With real pages, a spine, the whole package. My book allowance is all gone and dad won't get me more. So, books? Hey, don't let her con you out of more credits. Her book allowance damn near bankrupted me. Dad, this is between us. Nem sajnálom, ott van, Kabbe. Dad, you've made the best friend ever. Well, now you've done it. Now you can get pestered about books nonstop. Yeah, a small price to pay for my education. Now, the important question. Pizza. Favorite topping? And please don't say cheese. Dad loves boring old cheese. Did you hear that, Dad? Meat! We have you outnumbered! We could always get one of each. No, you lose. I have decided that I will stay. You have the Cora stamp of approval. Oh, okay, kösz. Seem to have left my stamp back on Dad's ship, but imagine it there, on your arm. Cora approves. Oké, főnök, jól van. Akkor lekapcsolom a villanyt. Na. Minden oké, Sarah? Something you need? Hát, ha már így felajánlottad, akkor lehetne arról szó, hogy esetleg, ó, igen. Jól látod a helyzetet. Ó. Na, amúgy beszélgessünk már, kíváncsi vagyok, hogy... Hm? Oh. Not at all. Oh! Exploration is my entire life. I consider it both a career and recreation. That being said, I will make a confession. Ajaj. But you have to promise to keep it between us. Before I graduated from school, I was in a band. And no, I don't mean the school band. I mean a rock band. We called ourselves Ironic Comet. A ridiculous name, I know. But figyelj, we were just a bunch of teenagers getting together and having fun. Legalább ő legalább foglalkozott valamivel középiskolában, nem csak a lógással, meg a piálással, meg az egyéb dolgokkal, ugye? The band never really went anywhere, of course, but those were good times. And akkor kell egy gitár, veszek neked egy gitárt, vagy pengethetsz valami mást. Na jó. Szia. So long. So long. Oh, hello. Nem akarod megmaszírozni a hátam? Ott van, ott van. Mi az, amit látsz? Jedi? Jól van. Na, húzzunk most már innen. Oké. Okay. Durva ez a pajzs. Úgy nézek ki benne, mint mit tudom, Predator, vagy nem tudom. Na jó. Akkor vágjunk bele. Retrospire.
orbit stabilized. Mi van? Jó. Nos, most a lényeg az, hogy nekünk most vissza kell szaladnunk, ugye? Vagy nem? Merdok. Most itt vagyunk. El kell mennünk az Olimposzra. Szak! Gyógyszergyár laboratórium. Na, itt akkor biztos, hogy lebírunk. Ujjjjj. De hát itt voltunk az Olimposznál. Várjatok már. Menjünk oda! Ez a legtutibb. Jó? És akkor csinálunk egy olyat, hogy áttesszük a dolgokat, jó? Majd szóljon. Nem tudom, srácok, szerintetek... Nem tudom, nekem van egy olyan érzésem, hogy amit eddig összeszedtünk artifactet, az nagyon más jellegű téma lesz. Valami hasonlóra gondolok, valami térkapura, vagy nem tudom mi lehet, hogy őszinte legyek. Na nézzük! Nézzük csak a bolygót. Wow, oké. Hát akkor nézzük meg. Az a baj, hogy itt volt ez a lebegő űrállomás, ugye egyszer azt hiszem az két epizóddal előrébb itt dokkoltunk, ha jól emlékszem. Annál az állomásnál, úgyhogy lehet, hogy meglepetések fognak érni bennünket ittennél, a elhagyatott gyárépületnél, vagy nem tudom mi ez. Na jó. Caution when approaching any creatures we may encounter in this region. Na jó. Akkor vágjunk bele. De már megint faszkót hoztam magammal. Hú! Hú! Bassza meg! Cak! Cak! Oh, wow, 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 wow. Odáig nem érek el, várjatok. Maszkó nagyon püfüli őket. Bassza meg, nagyon sokan vannak. Oké. Okay. Hát ebből nem sok mindenünk jutott.
Hátsó bejárat? Nincs? Nincs, ugye? Ó. Oh. Wow, wow, what the fuck? Gyere már be, baszkú! Nem nagyon van lőszerem, hogy őszinte legyek, srácok. Na, az érdekes lesz. Van valami eldobható? Oh! Várjatok. Pillanat. Látunk egy fegyvert, hát ha maradt, még valami más, amivel esetleg mondjuk van. A sírkő. Az megvan. Cak. Átváltunk erre. Ho-ho-ho-ho. What the... Boom. Pip. Ez egy jó stukker. Eretnek mi? Hol vagy? Gyere ide! Gyere ide, öreg! Au! Basszus, meg fogunk dögleni, úgyhogy jó is. Hova tűnt? Hova? Veterán kalibrált 10 perc. Oké. Módosított Equinox. Nézzük csak meg, az lehet, hogy kell nekünk majd. Baszkó! Valami fegyvert vegyél már föl magadhoz. Ott van egy valag nálad, öregem. És te egy pöcsölsz. Ah, több üzemelőke. Valaki még itt van? Akkor ő fönt van, várjatok. Jó van, majd a végén összeszedegetünk minden, csak... Kosolmi? Ez a Doom, öreg, ne szaladjál! Halló, puk! De!
Na! Na nézzünk csak körül, hogy miért kellett jönnünk ide. Halló? Semmi. Wow. Orvosi készletünk annyi van, mint a szemét. Tehát, hogy abból már több nagyon nem kell. Na jól van. Kaja az nem kellene, nézzük. Technikus mélybányás, szűrőizotermikus mágnes. Az milyen? Kredit az kő. Kredit az mindig jó. Ajtó. Hát ezzel sokkal előre most nem jutottunk. Jól van, akkor kimegyünk. Az meg, várjátok! Focs! De én leszarom a statisztikát, öreg. Detection of enemy has dropped unexpectedly. Begin search protocol. És akkor mit csinálják vele? Beszélgessek vele? Vaszkó, ne idegesíts! Hát basznak, hogy kifogy pont ilyenkor. Hol vagy? Kegyelem. Az lenne a legnagyobb segítség tőled, hogy befognád végre. Az baromi nagy segítség lenne, papa. Na jó van, nézzük, hogy itt mikő. Hello?
Na jó. Hát kéne valami muníció. Sisakálvány, srácok. Nem kell ilyen bányásztököm. Az kell. Na jól van. Újjúj. Most már valami barlangba tévedtünk, úgyhogy ez annyira nem lesz jó. Ja, és ráadásul nem vagyok a helyzet magaslatán. Viszont, ha jól láttam, új tételek vannak, és van itt egy veterán kalibrált téma. Nem biztos, hogy... Várjatok. Mert ugye ez 50-es tűzerővel van, várjál, 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 várjál. De van egy másik az új tételek közül. Ez 180-as. Ó, de durva amúgy, ez jól néz ki. Ez biztos tud valamit. Sőt, ez egy kicsivel jobb, mint ami kéne, hogy legyen. De... ezt... felszereljük. Sőt, azon gondolkozok, hogy lehet, hogy a páncélt is. Mert ugye... mert ugye jelen pillanatban most ez van rajtunk. De ez egy fokkal jobb. Úgyhogy nézzük. What the fuck? Csak egy gyengébb tűzerővel rendelkezik. Ja, az csak szórja a golyót, mint a kutbanya. Nézd, na mi van? Na mi van? Most csinálj valamit. Hova lősz? Itt vagyok. Ez kell. Szörnyvadász. Nem kell nekem. De elég a ruhákból. Annyi ruha van itt, hogy folyamatosan csak ruhákat dobál. Aztán... aztán ja, most legalább egy kicsit fogyasszunk ezekből a health pack-ekből. Kipróbálhatjuk, hogy milyen ez a kis... izgalmas... oké... Starbucks kávé most nem kell. Alumínium az jöhet. Harci kés. Az milyen basszus? Oké. Hát vannak itt fura lények, már nem azért. És ez ki? Szia! Hát, csontot kaptunk tőle. What the fuck? Nézzük meg téged is!
Na megvan, na megvan a következő artifact. Úgy látszik, hogy ilyen barlangokban fogjuk megtalálni ezeket a... Na nézzük! Bővül-e a látomásunk. Carrying so many things is reducing our travel speed. Figyelj, öcsém! Meg volt a lehetőség. Ne feleselj, többet nem hozlak magammal, inkább hozom szalát, az sokkal jobb. És te? Egy utolsó fogadás. Jól van. Azt mondja... Na, most már tudunk antibiotikumot csinálni magunknak. Még mindig nem, jól van. Király. A kucsá. Na! Hát zúzzunk vissza. Hű, basszus, már nappal van. Futás. Az nem biztos, hogy jót jelent. Ez ki? Okay. Nincs valami olyan, amit elbírunk dobni? Az baj? Vártok? Gyorsan keresünk valami olyat, ami eldobható. Hogy tudjuk eldobni? Hey! Bossa! Okay.
Mekkora király lett volna, srácok, nem bírunk menni az űrhajóba, ez hú, amúgy. What the fuck? Azta. És ez mi? Saint Claw. És ez bánt? Tömítő anyag, basszus, mekkora jó. Na jól van. A húzás. Gyerünk, baszkó, csinálj valamit! Na most lamperkodjál, hogy neked mekkora támadó erőd van. Na jól van, srácok! Mi a következő lépés? Azt kell megnéznünk, azon kívül, hogy amót kell csinálnom valahogyan. Tehát valami muníció azért... Te mit csináltatok ott az ágyban, ha? Le akarod patintani a nőmet, mi? Beszélgessünk csak? I must confess, the hum of a grav drive makes me feel alive. A kucsá. So long. Na jól van. Jól van, srácok. Én a mondó vagyok, hogy csináljunk lőszert, jó? Mert az baromira nincs. És azt hiszem, fegyvermunkapad, ipari munkapad, fegyvermunkapadnál tudunk lőszert csinálni, ha jól tudom. Így van. Vagy csak fegyvert tudunk? Nem, már csak fegyvert tudunk, ugye? Sírkő, ez durva ez a fegyver, csak az a baj, hogy nincsen, itt csak a fegyvert tudjuk módosítani, nekem muníció kéne. És azt tudom, hogy hogyan, ipari munkapaddal biztos nem csinálunk ilyeneket, ugye? Magnyomás tartály, meg reaktív mérőtökön, meg az ilyen ökörségek, amikor gondolom javítani kell a hajót. Jól van. Hát muníciónk az kanyarban. Az nulla. Ezek is szintén fejlesztések. Jól van. Jól van, srácok. Hát akkor... igazándiból visszamegyünk a páholyba, szerintem. Jó? Arra még van időnk. Bassza meg. Szálljunk fel. És... menjünk vissza a páholyba, jó? Honnan folytatjuk tovább. Legközelebb. Addig le szerintem... orbital insertion completed. Micsoda? Addig le szerintem... így van. A Jamesonra. Átmegyünk a másik oldalára. Cak.
és akkor a páholy és landol. Hál' Istennek felfedeztük, úgyhogy gyorsan tudunk ugrálni. Ez egy nagyon jó dolog, hogy nem 30 kilométereket kell, tehát hogy több... az az én hajó. Hogy generált rá a hajót a képre? Na jól van, srácok, nézzük meg, hogy mi lesz a végeredmény. Most már kezd valami kirajzolódni, és... Ne aggódj! Why? Was there a concern that I would not contribute to the mission? No, of course not. We thought you might be hurt. Oh, I then thank you, but it was not necessary. We succeeded. Na jó van, srácok, tegyük be ezt, jó? Look at you two. I'm jealous. I tried following up on some leads myself, but came back empty-handed. They could be anywhere, can't they? Embedded in a rock or in the hands of... Ez igaz, így van. Tehát ő Mateo, ő az, aki még velem együtt keresi. I catch myself just staring at the collection sometimes, wondering what it all means. Maybe that's how our ancestors felt when they were looking up at the stars for the first time. They didn't just gawk at the stars, Mateo. They explored. They tested. Science brought us to space, not daydreaming. I disagree. What's the point of science if not to enable humanity's dreams? And where do those dreams come from? Not every dream is a pleasant one. I agree with Noel. The work is what moves us forward. You're with me, right? Science or dreams? Which one is the true muse of space exploration? Szerintem mindkettő. Neutrality in a debate? I guess your side forfeits. Akkor nyolc meg. How can you forfeit if you don't even take a side? No. You're getting rusty with your comebacks, Mateo. You know what? I just realized I completely overtook this whole conversation. This should be about you and Andrasia celebrating a win for the group. Hát ez az, itt nyomod itt a rizsát. I do not mind being asked to join in a debate. It was good to hear everyone's sides. But I do agree that we accomplished something together. Thank you for your help. Megkárálhatod valahogy. I have no objections. Let us see what else we can find out there. Noel, pulling some interesting data from those new artifacts. Tell the Rook to meet me back on board the station. Roger that, Vladimir. He's on his way. Leszaladja. You have my attention. Oké, Andrea, szerintem ő lesz a társam, de az a baj, srácok, hogy... Hát itt még úgy látszik, hogy hiányzik egy pár darab. Az a baj, srácok, hogy nem tudom, hol lehet kezelni a csapatomat. Tehát... készségek, meg küldetés, meg leltár... Volt egy ilyen, hogy ki kicsoda? Vagy ezt a hajóban tudom? Várjatok. Hajó legénység. Itt is van. És ugye Andrea. Azt hiszem, Sarah Morgan, ő a hajó. Vasco a hajó. Figyelj! Sam Co. Andrea, bármely helyről számos egészség hozzárendelhető egy... Jó. És akkor elviekben... Oké. Okay.
Hárman tudnak a hajóra lenni, mert akkor Vaszkót itt hagyom a faszba. Semmit nem tud. Oké, tehát Vaszkó itt marad, és akkor megyek a csajokkal meg a faszival. Jól van. Na, ez így jó lesz. Oké. Rendicsek. Na, jól van, srácok. Hát akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét. Ezt itt fogom, el is mentem nektek gyorsan. Ez egy jó kör volt, elég nyugodt. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan és merre hány méter. Úgyhogy én tényleg nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet. Egy kicsit nehezen birkózok már meg itt a egy helyben üléssel. Ha nem gond, srácok, mert borzasztóan veszek levegőt. De semmi gond. Nem olyan fából faragtak, úgyhogy srácok, nem tudom, valószínűleg el fog maradni a mai, azért nem szeretném, hogyha nagyobb problémám lenne egy mondjuk egy hirtelen megjelenéstől a horror stream során, úgyhogy meglátjuk, jó srácok? Szerintem ezt már azt a videót már látni fogjátok addigra, vagyis ez már később fog fölmenni, mire ti értesültök erről a péntekiről. Úgyhogy ezt mindenféleképpen kiírtam nektek, úgyhogy tényleg ne aggódjatok, hogy erről van szó. Ez van, srácok. Ennyit tudok. Úgyhogy egyelőre a héten, továbbiakban is Starfield lesz, valószínűleg a jövő héten is, amíg nem javul a helyzetem. Úgyhogy sajnos ezt tudom mondani, mert a Lies of P is azért föltolja a púzust. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a probléma, és hogy hogyan lesz tovább, úgyhogy srácok. Köszönöm szépen most is a figyelmet nektek, várlak benneteket a Starfield folytatásával, és akkor találkozunk legközelebb is. Addig is sziasztok, jók legyetek, és vigyázzatok magatokra!